Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszele című műsorunkkal, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Másodszor is legyőzte az MTK-t Örök Bálintot a Nyíregyháza Blue Sharks. Egy évre örökbe fogadták a homoki tigris cápákat a kék cápák. 20 győzelemmel és 2 vereséggel lett bajnok a Máté Szalkai MTK. Aranyérmet szerzett Gönczi Alex a kickbox világkupa versenyen. Bronzérmes lett az NB2 keleti csoportjában a Sunshine Nyikse. Negyedikként zárt a bajnokságban a Kölcsey díjese. Másodszor is legyőzte az MTK-t Örök Bálintot a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák kedd este végigvezetve 78-62-re verték ellenfelüket, így 2-1-re megnyerték a párharcot, és a Győrrel játszanak az 5.-6. hely valamelyikéért. Kemény mérkőzés volt, de a fiúk szerencsére betartották azt a taktikát, amit megbeszéltünk. Ugye kértem a fiúktól, hogy az Emanit próbáljuk helyettesíteni védekezésben és támadásban is, és úgy gondolom, hogy sikerült, ezért nyertünk. Talán egy nagyon rövid periódus volt, 2-3 perc a mérkőzésen, amikor nem úgy működött a játék, ahogy azt szerette, egy időkérés után viszont minden visszaállt a régi kerékvágásba, korábbi kerékvágásba, és talán jól emlékszem, a második fél időben már nem is kellett időt kérned. Igen, így van, volt egy időszak, amikor kicsit szétsúszott a játékunk, lehet a fáradtság miatt fáradtak a játékosok, meg nem úgy működött a támadásunk, védekezés váltott az ellenfél, időkérés után viszont rendeztük a sorainkat, és utána már végigvezettünk a mérkőzésen. Végigvezetve 16 pontos győzelmet aratott a Nyíregyháza egy olyan meccsen, amelyen mindkét csapatnak voltak hiányzói. Mi döntötte el ezt a párharcot a kék cápák javára szerinted? Én azt gondolom, hogy az első mérkőzés óta eltelt több mint egy hónapból mi jöttünk ki rosszabbul. Nagyon fontos kulcsjátékosan megsérült az U20-as országos döntőn Horváth Kristóf személyében, aki azért egy eléggé meghatározó alakja az NB1B-nek. Ugyanakkor a nyíregyházi csapat egy U18-as országos bajnoki címmel gyarapodott ez idő alatt, ami természetesen egy egész atmoszférát meg tud változtatni, hogy egy ember, hogy egy klubon belül sikerek érkeznek, vagy pedig sérülés miatt esnek ki játékosok. Nyilván nem panaszként mondom, de ezek tények, ezzel számolni kell. Én azt gondolom, hogy a hazai csapat, hazai mérkőzésünkön buktuk el a párharcot, ahol nagyon-nagyon puhán védekeztünk az első félidőben, és még akkor ott volt az amerikai légiós a Nyíregyházának Gent, aki dominált a palánk alatt mind támadásban, mind védekezésben, ami még motiváltabbá tette a nyíregyházi csapatot, és azt kell, hogy mondjam, teljesen megérdemelten nyerte meg a harmadik mérkőzést. Ha az egész szezon tekintjük, mennyire vagy elégedett a saját csapat a szereplésével, már még egy pár harc hátra van, de hát 7. vagy 8. helyen végeztek abban az NB1B-ben, amelyik ugye ősztől két csoportra osztik, nem területi elosztás, hanem erősorrendszerít, és az MTK-t Örök Bálint az erősebben lesz. Így van, ez volt az alapvető célkitűzésünk az idei bajnokságban, mi nem dolgoztunk légióssal, gyakorlatilag mi a neveltetési fiatal játékosainknak adtunk ebben a bajnokságban lehetőséget. Sok potens játékosunk fejlődött ezáltal, Horváth Kristóf, Jakab Péter, Bojnicer Dávid, ők mind-mind meghatározó alakjai ennek a megerősödött NB1B-nek. Az alapcélt teljesítettük, nyilván szeretnénk az utolsó párharcot győztesként abszolválni, és legalább egy 7. helyet megszerezni, és hogy ugyanaz az eredményt érjük el, kvázi egy megerősödött ligában, mint tavaly, akkor mi ennek nagyon örülnénk. Harmadszor játszott egymással a két csapat, sok újat gondolom, ez a harmadik meccsen nem tudott mutatni az ellenfél, hasonló mérkőzés számítottál, hiszen végigvezet maga biztosan nyertetek. Nem, valóban nem tudtak már újat mutatni, igazából már az első meccs után, ahol tényleg nagyon rosszul játszottunk, második meccsre is készültünk zóna elleni védekezés ellen új dolgokkal támadásban, illetve néhány figurájuk, ami ellen nem ment annyira jól a védekezés, arra még jobban felkészültünk edzésen. Most, ami a második meccsen pár hibánk volt, azt próbáltuk még gyakorolni a tegnapesti edzésen, és úgy érzem, sikerült is. Jól játszottunk, nagyon örülök, hogy Varga Marci jól tudta pótolni Emanik Gentet, és hogy a fiatalok is pályára tudtak lépni a végén, és azt, hogy ki tudtuk javítani az első meccs utáni kisiklást. Ilyenkor mennyire nehéz már motivációt találni, hiszen szurkolók azt mondhatják, olyan mindegy, hogy 5., 6., 7. vagy 8. helyen végre egy csapat, de hát egy sportoló pedig bármilyen meccsen pályára lép, győzni szeretne. Igen, nehéz volt, szerintem ez látszott is az első meccsen, de hogy mondjam, szerintem jól jött nekünk ez az első meccs, mert én speciál szégyeltem magam az első meccs után, nagyon rosszul játszottunk, szerettük volna megmutatni, hogy nem ez az igazi arcunk, sikerült is, most pedig már egy szintiszta magyar fiatal brigáddal
valójában mindegy, ötödik vagy hatodik, de a Győr ellen úgy érzem, hogy meg tudjuk szerezni az ötödik helyet, és igyekezni is fogunk. Egy évre örökbe fogadta a Nyíregyházi Állatpark Homoki Tigris szápáit a Nyíregyháza Blue Sharks kosárlabda csapata. A kék szápák szombaton streetball bemutatót tartanak az állatparkban. Nagyon örülünk és igyekszünk mindig segíteni a nyíregyházi sportcsapatoknak, egyáltalán mindenkinek Nyíregyházán természetesen, de én külön örülök annak mindig, hogyha valamilyen sportoló keres meg minket azzal, hogy álljunk mögé azzal a népszerűséggel, amit a Nyíregyházi Állatpark nyújt. Más nem tehetünk, de propagandát, ismertséget talán rajtunk keresztül, vagy velünk együtt tudnak szerezni ezek a csapatok. Meg hát ez egy szép gesztus, állatot örökbe fogni egy állatkertben, úgyhogy én azt hiszem, hogy ők ebből sokat profitálhatnak. Itt lesz a táblájuk a homoki tigris szápák mellett, mert kék szápánk ugyan nincs, de szápánk van több is. És aki erre jár, és elég sokan járnak erre, évente 500 ezer látogató, az látja, hogy van egy komoly kosárlabda csapat Nyíregyházán, egy olyan kosárlabda csapat, ami egyre jobb eredményeket szeretne elérni, és ezért mindent megtesz. Talán nem mindenki tudja, de Gajdós Lászlónak komoly kötődése van a sporthoz, igaz nem a kosárlabdához. Talán nem szerénytelenség, ha részéről elmondja, hogy mikor és mi sportolt. Hát köszönöm szépen, nem a kosárlabda, az így lehet látni, hogy méreten aluli vagyok, de ez a magasságpont jó volt annak idején ahhoz, hogy elkezdjek Nyíregyházán súlyt emelni. Annak idején, amikor én 10 éves voltam, akkor sikerült ott lennem az alapító között, akkor alapult a súlyemelő szakosztály a Vasútaksokon és Vasúta Sportegyesületnél, aztán később Vasúta Spartakus Sportklubnál, és sok évet versenyeztem ott magyar bajnokként, illetve hát később ifjúsági válogatottként. Cápák fogadtak örökbe cápát. Mikor jött az ötlet? Néhány hónappal ezelőtt Fazekas Csaba, a marketing vezetőnk gondolta azt, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, aztán megkerestük vele igazgatórat, és igazgató úr is úgy látta, hogy érdemes együttműködnünk, és nagyon köszönöm neki, hogy lehetőséget adott arra, hogy ez a örökbefogadás megtörténhessen. Bízom abban, hogy nem csak egy évig, hanem tovább tudunk majd együttműködni, és tudjuk segíteni egymás munkáját. Számunkra nagy megtiszteltetés, hogy egy olyan szintű létesítmény, mint az állatpark csatlakozik hozzánk, és az ő neve is egybe forhat esetleg a mi csapatunk nevével. Természetesen az nagy álom, hogy mi hasonló sikereket érjünk el a saját területükön, mint ők, de bízom benne, hogy a mi csapatunk is nem sokára az országhatáron túl is esetleg hírnevet tud majd szerezni. Szombaton már is tartanak egy kis bemutatót a nyíregyházi kosarasok itt az állatparkban. Mi lesz ez pontosan? Igen, az állatparknak az egyik rendezvényéhez szeretnénk csatlakozni. Egy kosárlabda pályát hozunk ki, fél pályát igazából, illetve egy kicsit szeretnénk megmutatni azt is, hogy hogyan dolgozunk és milyen lehetőségeink vannak. Szerencsére a támogatások révén egyre jobb körülmények között tudunk dolgozni. A Continental Arénában is a lehető legjobb feltételek várnak minket, és van egy dobógépünk, ami esetleg érdekességet jelenthet az embereknek, és ki lehet jönni, a kilátogatók kipróbálhatják, kicsit kosárlabdázhatnak is természetesen, aki szeretne, illetve ha dobóversenybe részt szeretnének venni, akkor természetesen kis matricát és bérletet is tudnak nyerni a következő szezonra. A Máté Szalkai MTK női kézilabda csapata lett a bajnok az NB2 északkeleti csoportjában. Az MMTK 20 győzelemmel és 2 vereséggel a második, Füzesabonyt 6 ponttal megelőzve végzett az élen. Úgy nyertünk meg ezt a bajnokságot, méltán mondhatom, hogy a bajnokság befejezés előtt 3 fordulóval az utolsó hazai bajnoki mérkőzésünkön, mivel 3 forduló még idegenben zajlott, már bebiztosítottuk az első helyet. Ami szurkolóknak, utánpótlásban dolgozóknak, utánpótlásban tevékenykedő gyerekeknek, és természetesen a város apraja nagyjának, akik a sportot szereti és kedveli, és főleg a kézilabdát, azoknak mindenkinek egy nagy élmény, hogy újra bajnok csapatot avathatunk itt Máté Szalkán. A bajnoki szezon az utolsó 3 forduló, mint említettem, idegenben volt, és
talán jelzi is ennek a csapatnak a kitartását, a csapategységét, hogy a lányok ezeket a mérkőzéseket sem vették félváról, hiszen a három mérkőzésből egy kivételével mind a kettőt viszonylag nagy arányú gólkülönbséggel nyerték meg. Így volt ez Bőcsön, ahol közel 20 góllal kerekedtünk felül a hazai csapaton. Aztán a Heves, aki tudtuk, hogy a bajnokság során kiegyenlített és egész jó bajnoki szezon tudhat maga mögött. Hazai pálya mindig veszélyes. Na, ott volt az, hogy a sérülésekkel kicsit átitatva, és már nem az a motiváció volt a statisztikai adatokból, ez látszott, hiszen rengeteg zicsert hibáztunk, 7 métereseket hibáztunk, így aztán az nem sikeredett túl fényes, ott 3 góllal kikaptunk, és az utolsó bajnoki fordulót Ózdon, ahol gyakorlatilag egy újabb bajnokavatást a kis népes szurkolótáborral elkísérte a csapatot, végrehajthattunk, ott pedig tisztességesen 7 gólos győzelmet arattunk. Úgyhogy ez a fajta hozzáállás, ez a fajta mentalitás, ami egész végig a bajnoki szezon során jellemezte a csapatot, most az utolsó mérkőzéseken is természetesen kiütközött, aminek nagyon örülök, és nagyon szeretnénk, hogyha ez a csapat edzőstől játékos állományba szereplő jelenlegi játékosokkal együtt a jövőben együtt maradna itt Máté Szalkán, és így együtt tovább építhetnénk azt a rendszert, amit az utánpótlás nevelés révén a Máté Szalkai gyerekek, Máté Szalkai diákok bevonásával felnőtt csapatépítéséhez eddig is felhasználtunk, és át tudjuk hidalni azokat a nehézségeket, ami a felnőtt csapatnál egy-egy mondjuk nem Máté Szalkai születésű vagy kötődésű sportolónak a itt tartásával, illetve az itteni játék intelligenciájával, ami hasznosan segítheti egy csapat kohézió kialakítását, ebben előre tudunk lépni évről évre. Az igazság az, hogy a augusztusi tervezés során, amikor a felkészülés elkezdődött, akkor ugye csapatsportágokban is és minden más egyébben azért kitűzünk bajnoki célokat. Ez a csapatban lévő játékosoknak az összetételétől, a tárgyi, technikai, pénzbeli feltételektől, sok olyan tényezőtől függ ez, amelynek együttes állásából jöhet létre csak egy ilyen siker. És célkitűzéseink között szerepelt a 2. 5. hely valamelyike, aztán ez kicsit módosult a bajnoki szezon fél idejében, amikor decemberben leültünk a lányokkal, és a téli felkészülés során a tavaszi szezonra ráfordulva azelőtt egy számvetést készítettünk, és akkor már ugye felmérhettük a csapatoknak a teljesítményét, a rivális csapatokat ki tudtuk jelölni, és abban a szerencsés pozícióban voltunk, hogy a rivális csapatokkal hazai pályán mérkőztünk a tavaszi bajnokság során, így aztán azért egy kicsikét ezen a 2. 5. helyen módosítottunk, és a dobogót tűztük ki célul. Aztán meneteltek előre a lányok, és nagyon örültünk nekik, hogy bebizonyították többször is, hogy nem csak véletlen volt az az 1-2 gólos győzelem, és megerősödve, sőt most már az utóbbi időben egészen sok szurkolót bevonzva egy nagyon jó hangulatú mérkőzéseken, nagyon éles mérkőzéseken, pontosan a két rivális, a dobogó második és harmadik helyén álló csapatokkal itthon játszhatunk, azért az egy gólos győzelem az szakmailag is, és a csapatok, az ellenfeleknek a felkészültségét is nagy mértékben meghatározza, hogy nagyon szoros mérkőzéseket játszottunk, és itt már valóban komoly taktikai elemekkel és technikai tudással felvértezve lehetett azt elérni, hogy ezeket az egygólos győzelmeket létrehozzuk. Egyébként ezeknél a csapatoknál idegenben is elég szoros küzdelmeket, tehát hasonló kvalitású csapatokról beszélünk. A pillanatnyi forma nagy mértékben hozzájárult a egy-egy mérkőzésnek a megnyeréséhez. Én úgy gondolom, hogy az edző és a játékosok között kialakuló nem mondom, hogy baráti viszony, de talán a munkaviszonynál egy kicsikét szorosabb kötelék, és azzal, hogy a edzőnő, ugye Vakacs Krisztina példát mutatva és jó példával állt a játékosok előtt, nem csak a kispadon, vagy a pályaszélén, hanem mérkőzésről mérkőzésről többször be is szállt a mérkőzésekbe, hasznos tagja volt, felnéztek rá, tudták követni ezek a játékosok, így aztán ez is egy plusz erőt jelentett, én gondolom, a csapat számára a bajnoki szezonban.
Aranyérmet szerzett Göncsi Alex a budapesti kickbox világkupa versenyen, a nyíregyházi sportoló, a legkeményebbnek számító K1 szabályrendszerű versenyben a 60 kg-os kategóriában lett első. 5 évesen kezdtem el foglalkozni ezzel a sporttal. Édesapám által kétszeres kickbox világbajnok, meg édesanyám is űzte ezt a sportot, szóval már belecsöppentem ebbe az egészbe. Mi a szép ebben a sportágban? Tetszik benne a egyéni sport, ugye, nem csapatjáték. Meg kell küzdeni itt a sikerért, szerintem mindenki. Beszéljünk egy picit a világkupáról, milyen célokkal, reményekkel utaztál, milyen volt a mezőny, és milyen úton jutottál el az aranyéremig? Kályú indultam, ez a legerősebb szabályrendszer. Hát úgy indultunk, hogy első hely, más nem kell. Ez így is történt szerencsére. Sokat edzettem, mert volt sok profi meccsem is az elmúlt időben. Említetted, hogy ez a legkeményebb szabályrendszer, mégis egy laikusnak mit kell tudni erről? Hát itt szinte minden meg van engedve, csak harapás, meg földharc az nincs, de ütés-rúgás minden van. Ez volt az első világkupa aranyérmed, milyen céljaid vannak, hová lehet eljutni ebben a sportágban? Említetted, hogy versenyeztél a profik között is, mi a távlati célod? Most lesz novemberben egy világbajnokság Budapesten, ugyanígy. Kályba szeretnék elindulni, meg profi világbajnoki szeretnék lenni. Alexander, szerénységből nem volt túl bőbeszélő a meccseket, illetően a világkupát, illetően te edzőként, apaként hogyan látod a szorító sarkából ezeket a mérkőzéseket? Az első meccsen még feszült volt egy kicsit, be volt kötve, de utána minden meccsen jött fölfelé, és a legjobb volt az utolsó meccs. Akkor szerintem akkor volt a legjobb, akkor mennek a legjobban. Kétszeres világbajnokként, apaként foglalkozol a fiaddal, a versenyződ, de mennyire nehéz ez a kettőséget, hogy mennyire könnyű megélni? Nagyon jó vele edzeni, mert mindent megcsinál, amit mondok neki, mindenre alkalmas, bármit kérek tőle, meg tudja csinálni. Nagyon szeretek vele edzeni, úgy a legjobb tanítványom. Hová juthat ebben a sportágban? Hát remélem világban egy címig, Glory-ba, még magyar nem szerepelt, remélem, már most rajta vagyunk, hogy fogott is boxolni, mert van egy franciaországi menedzserünk, Rácz Attila, és oda is vagyunk igazolva profiba, és majdnem minden hónapban van mérkőzése kint Franciaországban. Most július 1-én lesz egy nagyon komoly meccse a legjobb franciával. Hogyha ez sikerül, akkor már sinem vagyunk. Beszéljünk egy picit a többi versenyzőről, mennyien űzik itt nálatok ezt a sportágat? Hát megmondom őszintén, rengeteg a hobbistánk, versenyzők még igen kevés. A mostani fiatalok sajnos elállnak ettől a sporttól, nem szeretnek szenvedni, mert nagyon sok szenvedés, de nagyon sok munka van, és ezt a mostani fiatalság nem bírja felvállalni. A könnyebb utat választják inkább. Már nekik nem cél az, hogy most egy világbajnok legyek, nekik más nem mond semmit. És kevés, aki erre alkalmas pár. Nincs akaraterő a gyerekekben most. A gyerekekben még van, van 15 éves korig, utána az eltűnik. Utána már nem akarnak sportolni. Csak így himbilimbizni. Bronzérmes lett a Szentsenyi is együttese a férfi kosárlabda NB2 keleti csoportjában. Kovács Tibor együttese a Deac elleni párharc harmadik meccsét is megnyerte, így szerezte meg a bronzérmet. Amit előzetesen vártunk, nagyon kiegyensúlyozott és kiélezett mérkőzések voltak. Tudtuk erről a csapatról, hogy az utóbbi évek meghatározó csapata ebben a mezőnyben. Folyamatosan dobogon végeztek, többször a feljutásért játszottak. Most is olyan játékosok alkotják a csapat keretét a debrecenieknél, akik NB1-ába, NB1-B csoportban játszottak, meghatározó játékosok voltak. Tehát nagyon rutinos képzett csapatról lévén szó, de a mi csapatunk is felnőtt erre a szintre, és előzetesen is a terveket meghazudtolva, vagy előzetesen túlteljesítve, hogy négy közé kerültünk, azért azokat a reményeket is tápláltuk, hogy dobogóra kerüljünk. Nagyon nehéz mérkőzés van, de hát örömünkre nekünk jött ki a lépés, és sikerült nyernünk. A tavalyi 8. hely után ugye az volt az első szezonja a csapatnak az NB2-ben, most a 3. helyen végzett az együttes, mekkora siker ez?
Én azt gondolom, minden sikernek örülni kell, nagyon nagy boldogság van a csapatnál, nagyon örülünk ennek az eredménynek. A kosárlabda sportágban minden eredményt meg kell becsülnünk, én azt gondolom, és nagyon örülünk annak, hogy itt a Nyíregyházi NB1-es csapat mögött van egy ilyen NB2-es szintű csapatunk is a megyében, bár még lenne egy-kettő, de ennek is nagyon örülünk, hogy ez létezik. Alapvetően a tavalyi év után azt határoztuk el, hogy lépjünk előre a 8. helytől, utána evés közben jött meg az étvágy olyan formában, hogy láttuk a csapat gerincét, hogy mire képes, és én azt gondolom maximálisan kihozták a fiúk magukból azt, és így sikerült azt a tervet túl teljesíteni, amit előzetesen terveztünk. Egy amatőr csapatnál nagyon fontos az, hogy nem csak a pályán, a pályán kívül is jó közösséget alkossanak, hiszen szórakozásból töltik együtt a szabadidejükből elvett időt, ezen a téren mi a helyzet? Az egyesület vezetői nevében is mondhatom ezt, és jó magam nevében, hogy nagyon nagy köszönettel tartozunk a fiúknak, mert munkahely, család, iskola mellett végzik ezt a feladatot, de én azt gondolom, mivel szeretjük ezt a sportágat, vannak sikerélmények, és ezért játsszuk meg, ezért küzdünk, vannak nehézségek, vannak kudarcok, de éppen ezért szép a csapatjáték, és ha csak leszűkítjük a kosárlabda, tehát sokat áldoznak érte, de meghozta a gyümölcsét, és látva azt a csapatszellemet, és azt a boldogságot, amit egy-egy mérkőzés után, illetve hát az utóbbi bronzcsata után volt a csapatnál, azt gondolom az mindent elárul. Többször említette a csapat szót, de azért egy csapat is egyéniségekből áll. Ki az, akiket ki lehet emelni azután a szezon után? Hú, nagyon nehéz ezt megoldani. Azt, hogy a kezetek után, a tavalyi év után hozzánk került több rutinos játékos, akár Farkasinszki Gáborra gondolok, akár Asztalos Istvánra, akár Csempész Balázsra, akár Balog Andrisra. Senkit nem szeretnék kihagyni. Igazából mindegyikük meghatározó játékos volt, hol húzamosabb, folyamatosan jó teljesítménnyel, hol egy kicsit ingadozva, pont erőben, lepattanóban a csapatnak a kiszolgálásában, de a régebbi játékosok közül is azért Takács Máté, őt egyrészt hagyj emeljem ki külön, mert a rájátszásban extrát nyújtott, én azt gondolom, ekkora ér be igazából a játéka. Horváth Bence, mint csapatkapitány, 2 év alatt nagyon jól összefogta a csapatot, és a többiek is, a fiatalok, Balogh Bendegúz, Nyíri Peti, Marin Soma, Földesi Norbi, nagyon-nagyon nem szeretnék senkit kiemelni, mert tényleg csapatként dolgoztunk, egy csapatjátékban ez a cél, ne egyének vigyék, de sokszor egyiknek, sokszor többször másiknak jön ki a lépés, és úgy tudunk előrelépni csapatként. Milyen jövője lehet a most már saját otthonnal is rendelkező Szentsenyiségnek? Ez mindig nagy kérdés, mert a csapatban mindig vannak továbbtanuló játékos, és itt már rögtön pluszként hagy köszönje meg Tisza Bálintnak az elmúlt 2 éves teljesítményét, mert ő fiatal juniorkorú játékosként került ide, most érettségizik, és bízunk benne, hogy sikerrel teljesíti ezt a megmérettetést, és a továbbtanulást várhatóan elszólítja Nyíregyházáról. Ezúton is kívánunk neki sok minden jót, és köszönet még egyszer az eddigi teljesítményért. Tehát vannak olyan játékosok, akik munkahelyi vagy tanulmányokok miatt elhagyják a csapatunkat, de én bízom benne, hogy ez az elmúlt 2 év, és ez a város lesz annyira megtartó erő, hogy a távozókat megfelelően tudjuk pótolni, és én azt gondolom, hogy a cél az, hogy ezt a folyamatot próbáljuk továbbvinni. Győzelemmel zárta a szezont a Kölcsey DS-e, Hadobás István együttese az utolsó fordulóban Alsó Zsolcán nyert 47-19-re. A Kölcsey a 4. helyen végzett az NB2 északkeleti csoportjában. Azt hiszem összegezve nagyon elégedett vagyok ezzel az idénnyel. Egyrészt a 4. hely az lebecsülhető vagy értékelhető. Én úgy gondolom, hogy minden körülményt figyelembe véve ez reális. Hozzáteszem, ilyen nehéz idényünk, én azt gondolom a 26 év alatt nem volt még. Ennyi sérülés és a meghatározó embereink, Tilki Andi, Gyimesi Lola, Kelemen Gréta, Márkus Gizella, Pap Andrea, Rabina Inez, a legjobbjaink sérültek, megestek ki rövidebb, ki hosszabb időre, úgyhogy azt gondolom nagyon-nagyon elégedett vagyok a lányokkal. És hát ha hozzáteszük, hogy a juniorjaink 2. helyen végeztek az elsővel azonos pontszámmal a Debrecen mögött, azt hiszem, hogy nagyon-nagyon elégedett vagyok az eredményességgel. Volt a bajnokságnak olyan időszaka, amikor esetleg benne volt az, hogy előrébb végezhet a tabellán a felnőtt csapat? Abszolút, végig partiba voltunk.
Azt hiszem, hogy büszkén mondhatom, hogy a Máté Szalkát, a későbbi bajnokot egyedül mi vertük meg hosszú ideig, aztán most utolsó fordulóban volt még egy veresége, viszont ez egy nagyon nagy eredménynek tekinthető, és hát mindenkivel partiba voltunk, még egyszer ismétlem, hiányoztak azok az apró dolgok, amivel előrébb végezhettünk volna, és mindössze az, hogy kompletten ki tudjunk állni, mert ez a csapat, ez nagyon jó csapat, én úgy gondolom, hogy mind morálisan, mind szakmailag egy nagyon erős társaság, és hát ezt bizonyítottuk is. Milyen erősségi volt ez a 2016-17-es szezon? Azt gondolom, hogy a tavalyi mezőnynél erősebb volt. Talán mondható az, hogy két részre szakadt egyébként. Az első 5-6 csapat az talán sokkal jobb volt, mint a másik 6. Viszont az első 4, azt hiszem, hogy, és ide minden szerint ellenségnünk magunkat is ide sorolnám, azt hiszem, hogy egyértelműen kiemelkedett a mezőnyből, játéktudás tekintetében, felkészültség tekintetében, úgyhogy ezek nagy múltú csapatok, a Máté Szalkán kívül a Füzesabony és a Hajdúböszörmény végzett még előttünk, úgyhogy velük is nagyon-nagyon jó meccset játszottunk, mondom, Szalkát megvertük, Böszörménytől pontot is szereztünk, úgyhogy azt gondolom, hogy jó mezőny volt. A költségben rendre vannak olyan játékosok, akikben benne van egy ígéretes pályafutás lehetősége, de többek bizonyították is az elmúlt több mint 3 évtizedben. Most van ilyen játékos? Van, és hál' Istennek több is. Vannak kiemelkedő tehetségeink, talán a legnagyobb tehetségről mindenképpen név szerint is emlékezzünk meg, mert Rabina Inez amilyen fejlődést, amilyen haladási ívet az idén letudott, azt hiszem, hogy ritkaság. Ő még csak 15 éves, 9-es, nálam kezdett ezelőtt 3 évvel kézilabdázni, és most odáig jutottunk, hogy a junior góllövő listán második, 256 góllal, azt jelenti, hogy átlagosan 12 gólt lőtt a 19 évesek között, viszont ő a felnőtt csapatunk gólkirálya is, 156 góllal, úgyhogy szenzációs, amilyen fejlődésen átment én ez, és ismétlem 15 éves gyerek, úgyhogy óriási jövő előtt áll, de rajta kívül is mind a junior csapatban, mind a felnőttben vannak olyanok, akikkel érdemes foglalkozni, nagyon tehetségesek és nagyon jó szellemi sportolók. A Kölcsényi diákcsapat lévén minden tanév végén vannak távozók, most mi a helyzet? Úgy gondolom, hogy a szokásosnál sokkal kevesebb távozó lesz. Én nagyon remélem, hogy senki nem távozik a csapatunkból. Negyedikes érettségiző tanulónk idén nem volt, úgyhogy ez egy hibapont mellőzését jelenti. Nagyon úgy gondolom, hogy mindenki szeretne is maradni a csapatban, azok is, akik már korábban érettségiztek, tényleg egyesek nagyon nagy erőfeszítést tesznek arra, hogy a hétközi edzésekre és a mérkőzésekre is mindig el tudjanak jönni, úgyhogy bizakodva várom a folytatást. A 26. NB-s idényről volt szó, de Adovás István 4 évtizede foglalkozik kézilabdával a Kölcsében, van még kellő motiváció? Abszolút, ezt szerencsés ember vagyok, hogy részét nagyon szeretem a munkámat. Egy ajándék, őszintén mondom, minden edzés, tehát nagyon szívesen megyek minden edzésre felkészülök, új edzésmódszereket is, új eszközöket is próbálgatunk, taktikailag is mindig figyelem a továbblépési lehetőségeket, úgyhogy nagyon-nagyon szívesen csinálom, és ismétlem, nagyon szép munka. Meddig marad edzésben a csapat, és lesz-e valamilyen megszokott nyári fellépés, akár strandkézilabda, akár más tóna? Természetesen most még levezető edzéseket tartunk néhányat, aztán nagy valószínűséggel a tanévzáró ünnepségen kapjuk meg a junior csapat ezüstérmét. Egy kis pihenő következik, és majd augusztusban folytatjuk. Természetesen nyári edzőtábor, a napi 3 edzéssel, és azt követően pedig az edzőtábor végén megrendezzük a szokásos strandkézilabda versenyünket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a hagyományainak megfelelően jövőre is jók leszünk, és tartalmas évet tudunk majd akkor is produkálni. Ennyi fért a mai sportszeletbe. Találkozunk egy hét múlva. Köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra.